azok a kordonok teljesen mindegy, hogy ott vannak-e vagy nincsenek, az oktatás nem ezt fogja megváltoztatni. Az oktatás helyzetét, a pedagógusok helyzetét nem ezt fogja pozitív irányba elmozdítani. Donát Anna ott fönn van valahol a Karmelitában, és akkor elrabolta a sárkány, és próbálják kimenteni a... Mário. Moment, igen, a momentumos Luigi próbálják kimenteni. Sziasztok! Ha ezt látjátok, akkor az azt jelenti, hogy elindult a Mi Hazánk Ifjainak új podcast csatornája. Ez a Fiatalk. Itt van velünk Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjai elnöke. Sziasztok! Pécs Viktória, a Mi Hazánk Ifjai alelnöke. Sziasztok! És Cservinek Mihály György, szintén a Mi Hazánk Ifjai alelnöke. Sziasztok! Két hetente fogunk jelentkezni, megtaláltok minket a Mi Hazánk Ifjainak a YouTube csatornáján és a Spotify-on. És akkor nálatok is hagynám a szót. Hogy látjátok a szervezetet, akár a fiatalokat, akár a Mi Hazánkat, benne persze az ifjakat egy év távlatából úgy, hogy pontosan azt írja a mai Telex, hogy a fiatalok körében népszerűek vagyunk, bár a Telexnek az újságírója nem ért egyet a Mi Hazánk ifjaival, nem meglepő, mi az, ami változott az elmúlt egy évben? Hát szerintem elég sok minden változott, de én egyébként Csabinak a véleményére lennék itt elsősorban kíváncsi, nehogy véletlenül ellövöldözzük egymás elől a nagy mondatokat. Akkor én is kezdeném. Igazából ez egy hatalmas nagy menet volt az elmúlt egy év. Ugye 2022. áprilisában bejutottunk a parlamentbe, és az elmúlt egy év során megtapasztaltuk azt, hogy a Magyarországon a legnagyobb közvéleményt adó cég, a Medián is kimondta azt, hogy a fiatalok körében a legnépszerűbb párt, a Mi Hazánk mozgalom, mert ez rengeteg munkát jelent, egyébként szervezeti szinten is, meg egyébként kifelé politikailag is. Úgyhogy én ezt tartanám a legnagyobb eredménynek, és nyilván ehhez kellett az, hogy a anyapártunk részéről meg hatalmas nagy támogatást élvezzen ez az ifjúsági szervezet, a Mi Hazánk Ifjai. Ez a podcast is ennek következtében valósulhatott meg. Úgyhogy én ezt a összhangot tartom így a legfontosabbnak, hogyha nekünk bármi segítségre van szükségünk az anyapárt részéről, akkor az országgyűlési képviselőink mindig támogatnak minket. És mi nekünk pedig ugye felelősségünk az, hogy a fiatalok érdekéért szólaljunk föl utcán, parlamentben, mindenhol. Úgyhogy én ezt tartom a legfontosabbnak. Itt egyébként kicsit ilyen személyesebb példát is hoznék. Én amikor még beléptem 19-ben ide az ifjakba, akkor mindenhonnan azt hallottam, hogy úgy se lesz belőletek semmi, 2%-os minipárt, ti nácik vagytok, nem tudom. Most viszont, hogyha elkezdek az ismerőseimmel beszélgetni így az ifjakról, sőt, még ők jönnek oda hozzám kérdezgetni, hogy mit csináltok, milyen programok lesznek, stb., akkor sokkal több a pozitív visszajelzés. És én ezt egyébként onnan látom, hogy persze minden pártnak vannak ifjúsági szervezetei, viszont nekünk olyan programjaink vannak, olyan megjelenéseink vannak, ami tényleg vonzóvá tudja tenni a közösségünket a fiatalok számára. És szerintem egyébként nem utolsó sorban az is nagyon fontos, hogy tényleg nem rátelepszünk mondjuk egy adott témára, meg nem próbálunk abból tényleg mindent kisajtolni, hanem felhívjuk a figyelmet a legnagyobb problémákra, főként fiatalok szintjén, diákok szintjén, de tanárok mellett is ugyanúgy kiállunk, és aktuális problémáival foglalkozunk a diákoknak. Nem rugaszkodunk el a valóságtól, és egyébként nálam is hasonló volt a helyzet, nagyon nehéz volt a kezdet, és azzal találom szembe magam, hogy rendszeresen kérdeznek, hogy hogyan lehet bejutni közétek, mi az elvárás, milyen feladatokat kell elvégezni, stb. És mindig mondják, hogy nagyon bátrak vagytok, nagyon belemertetek állni ebbe a témába, és nagyon jól csináljátok, amit csináltok, mert tényleg azzal foglalkoztok, ami minket nap mint nap érint. És bocsánat, nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a többi ifjúsági szervezettel szemben szerintem mi közösséget építünk. Nekünk nem feltétlen az a célunk, hogy mindenkiből mondjuk politikus legyen később, vagy mindenki parlamentbe kerüljön majd később, hanem számunkra és a tagságunk számára ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi valóban a magánéletünkben is barátok legyünk, közösen járjunk szórakozni, keressük egymás társaságát. Ez ne egy ilyen munka dolog legyen kizárólag, hanem szeretnénk azt, hogyha itt baráti vagy akár párkapcsolatok is alakulnának ebbe a szervezetbe, tényleg valódi közösségként szeretnénk működni. Igen, zavarban is voltam itt az adás elején, még beszélgettük, hogy akkor most hogy konferáljak fel, ugye teljes néven, de hát itt azért már kialakultak alternatív becenevek is. Arra térjünk még ki, hogy
említetted, hogy a fiataloknak, fiatalokat bevonja nyilván a Mi Hazánk ifjai. Nemrég zárult-e a parlamenti gyakornoki program, hogyha erről futnánk egy kör, csak egy-két mondatban, hogy hogyan éritek meg. Azért kérdezek elsőként téged, mert te voltál az arca ennek a gyakornoki programnak. Hát alapvetően nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, eleve a jelentkező számból ugye látszott az, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek hozzánk az első gyakornoki programunkra, tehát hogyha jól tudom, akkor a Jobbiknak a fénykorában nem volt annyi gyakornoka, mint nekünk, tehát hogy ilyen 50 plusz jelentkezőnk volt erre a gyakornoki programra. Nagyon szoros kötelékek is kialakultak ebben a programban, illetve a résztvevő fiatalok között, és szerintem az egész egy nagy sikertörténetként záródott. Sokan a végére úgy érezték, hogy szeretnének belépni, sokan csak pusztán jó tapasztalattal hagyták el ezt a mozgalmat, nem mellesleg ugye a gyakorlatuknak is egy részét letudták ezzel, illetve belátást nyertek ugye nem csak az országgyűlésnek a működésébe, hanem akár a Mi Hazánk, illetve Mi Hazánk ifjainak a működésének egy részébe, és olyan belső dolgokat tudtunk nekik a parlamenten belül is megmutatni, amik szerintem egy elég jó tapasztalatot tudnak nekik az életük hátra lévő részében biztosítani. Úgyhogy szerintem tényleg abszolút sikeres volt. Oké, hölgyek, urak, státusztörvény. Nézzük a komolyabb részeket, eddig volt a bálcsöveg, és miért nincs ott a Mi Hazánk ifjai a tanártüntetéseken? Igen, hát ez egy éles váltás, eddig pozitívabb dolgokról beszéltünk, most viszont egy olyan egyelőre még csak törvény tervezetről kell beszélnünk, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy egyelőre ugye ez a törvényjavaslat nincsen a parlament előtt. Ugyanakkor a belügyminisztérium belengedte ezt a törvénytervezetet, úgyhogy szélesebb nyilvánosság megismerhette. A Mi Hazánk ifjai és a Mi Hazánk mozgalom azért nincsen ott fizikailag ezeken a tüntetéseken, mert sajnos az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ezt a baloldal kisajátítja. Mivel a baloldalnak alapvetően konkrét politikai teljesítménye nincsen, se parlamentben, se azon kívül, ezért olyan eszközökkel élnek, hogyha van egy egyébként alulról jövő kezdeményezés, pedagógusok részéről egy elégedetlenség, egy jogos elégedetlenség, akkor ők a képviselőikkel, meg az aktivistáikkal, már amennyi van, részt vesznek ezeken a tüntetéseken, és megpróbálják átvenni az irányítást a tüntetés felett. Ezt egy rettentően káros dolognak tartjuk, mert alapvetően ez egy jó ügy, de miért kell olyan arcokkal ezt a jó ügyet elhitelteleníteni, meg kontraproduktívá tenni, ami mellé szerintem a társadalomnak a jó érzésű része nem tud odaállni így. Úgyhogy mi a saját eszközeinkkel egyébként a státuszörvény ellen és egyébként az oktatást érintő kérdésekben mindig felszólaltunk, mindig kiálltunk a pedagógusok mellett. Én például egyébként forgattam is egy videót az egyik budapesti gimnáziumnál, ahol olyan mértékű tanárhiány állt fent most az érettségi előtt, hogy bizonytalan volt, hogy egyáltalán fel tudják-e készíteni a diákokat az érettségire. Úgyhogy szerintem a legegyszerűbb válasz tényleg az, hogy mi egyszerűen ezekkel az arcokkal nem tudunk egy platformon mutatkozni. Mi a saját eszközünkkel, parlamenti eszközökkel és azon kívüli eszközökkel is mindig kiállunk a pedagógusok mellett, de talán az ő ügyüket meg kéne hagyni az ő ügyüknek, és erre politikának nem szabadna rátelepednie. Azért itt szerintem megemlítendő, hogy fontos az, hogy politikai érdekképviselete legyen a tanároknak a parlamentben is, illetve ugye parlamenti körökben is, de az, hogy tényleg egy ilyen civil kezdeményezésű tüntetéssorozatra ilyen durván rátelepedni, és amúgy szerintem agresszívan rátelepedni, az szerintem egy kicsit etikátlan. Másfelől azért itt felhoznám azt is, hogy milyen dolog az, hogy a tanártüntetésen tényleg, akik a társadalomnak az intelligens, illetve értelmiségi rétegét képviselik, azoknak a tüntetésén trágár fellépők lépnek fel, és tulajdonképpen lerontva az egésznek a hitelességét, lerontva az egésznek a minőségét, és nem komolyan vehető innentől kezdve a tüntetés sorozat, pedig egyébként ezen rengeteget lehetne javítani. Hogyha tényleg a tanárok, mint civil szervezet megtartaná maga a sztrájkjait, maga tüntetéseit, és utána parlamenti képviseletet kapna, akár az ellenzéktől, akár pedig a Fidesztől. Tehát nyilván a Fidesztől látjuk, hogy milyen támogatást kapnak ugye most a státusztörvény tervezetével, de például a Mi Hazánk mozgalom képviselői bármikor beleállnának egy ilyen vitába akár a parlamentben is, és ahogy látjuk egyébként a baloldal is meg tudná ugyanezt csinálni, csak... Bele is állnak egyébként. Nem feltétlenül ezt a vonalat. Bele is állnak egyébként, mert ugye Rétvári Bencével parlamentben duródóra rendszeresen
vitázik ilyen kérdésekben. Az más kérdés teljesen, hogy Rétvári Bence teljesen álomvilágban él, mert ő 800 000 forintos átlagpedagógus bért vizionál, amit én nem tudom, hogy mire alapoz, de hogy a valóság azt mutatja, hogy meg se közelíti még a diplomás átlagbért se a pedagógusoknak a fizetése, úgyhogy ilyen vitákba abszolút beleáll a Mi Hazánk, csak hát nyilvánvalóan kétharmados Fidesz kormány mellett azért szűkösek a lehetőségek, de hát próbálkozunk. Csak tudod, mi a helyzet? Az, hogy olvasod a könyveket, mondjuk az ilyen 50-es, 60-as évekből, és azt olvasod benne, hogy hú, hát a tanítónak, nem tudom, esetleg egy diákjának a szüleinél volt a lakása, vagy a külön az önkormányzat, vagy hát akkor ugye még az akkori önkormányzatoknak volt valami külön helye, ahol lakhattak, stb. És azt vesszük észre, hogy egy idő után a saját tulajdonú lakások és a letelepedés helyett megint ez az éra fog visszajönni, hogy a tanítónak majd az önkormányzat biztosít lakást, mert nem bírja fizetni az albérletét a saját béréből. Tehát annyira ilyen visszahallása van ennek a korszaknak a maiban, hogy nem tud megélni a tanító. Sok esetben basszus, lehet, hogy az egész életét úgy kell leélnie, vagy mondjuk az egész tanári karrierjét úgy kell leélnie, hogy extra órákat kell adnia, plusz munkát kell vállalnia, mert nem jön ki a tanári fizetéséből. És amikor Rétvári Bence ilyen 800 000 forintos tanári fizetéseket vizionál, akkor egy kicsit szerintem mindig összetöri a tanárok lelkét, hogy jó, de mi van a mostani fizetésemmel? Mert most nem élek meg, nem holnap után, hát holnap után se fog valószínűleg, de hogy nem két év múlva akar jó keresni, hanem most akar megélni a fizetésemmel. Én ez egyébként az 50-es, 60-as éveket azért annyira így nem keverném bele a mostaniban, mert ott azért a tanároknak azért volt egy társadalom megbecsülése. Ez egy igaz dolog, hogy önkormányzati lakásokban, de az se azért, mert mondjuk nem feltétlenül tudtak megélni. Az, hogyha valaki tanár volt, én azt gondolom, hogy az egy megbecsült szakma volt, tehát én nem feltétlenül keverném ide. Itt főleg azzal van a problémájuk sokaknak, hogy pont, hogy még azt a kevés megbecsülést is elveszik ezzel a státusztörvénnyel a tanároktól. Tehát. Milyen tartalmi változások kellnek akkor az oktatásban, elsősorban mondjuk a tananyagban, vagy az oktatás típusát, hogy alakítanátok át? Ami szerintem a legfontosabb és kiemelendő a státusztörvénnyel kapcsolatban, hogyha a pedagógusoknak a helyzetét nézzük a jelen pillanatban, akkor az a státusztörvény semmilyen tekintetben nem hoz pozitív változást, a tanári követeléseket semmilyen módon nem elégíti ki, hanem mindenféle különböző szegmenseket hoz, akár itt a tanárok hol tanítsanak, a tanároknak mennyi a felmondási ideje. Ezeket a tanárok nem, ezzel kapcsolatban nem követeltek semmit, ők béremelést szerettek volna, társadalmi státuszuknak a visszaállítását, hiszen tényleg, amiről beszéltetek egyébként, a társadalmi presztízse úgymond a tanári szakmának az elmúlt időszakban csökkent. Ezzel kapcsolatban semmi változást nem hozott. Ami talán az egyik legfelháborítóbb a státusztörvénnyel kapcsolatban, az, hogy ugye eddig legalább a tanároknak volt jogalapjuk elmondani azt, hogy egyébként milyen rossz dolgok vannak az oktatásban. Most már ugye ez a törvénytervezet azt is megtiltaná, nem nyilatkozhatnának arról, hogy egyébként igen, kevés a pénz az oktatásban, és igen, nem tudunk megélni ebből a fizetésből. Én ezt tartom az egyik legfelháborítóbb dolognak, de egyébként az is felháborító, hogyha egy tanár nem egy robot. Őt nem ide helyezed, oda helyezed, ő egy beágyazottsága van egy osztályba, egy iskolába, őt ott ismerik, ő ott tanulta meg a diákjait, ő ott ismerte meg a diákjainak a problémáit, és ugye ez a törvénytervezet, ez a tankerületen belül bárhova áthelyezhető véteszi a státuszát a tanároknak, és ez gyakorlatilag megint csak teljesen értelmetlen, és én nem tudom hova tenni, hogy ezzel mi a célja a kormánynak. Hát meg ez egyébként a diákoknak sem jó, tehát hogyha mindenki belegondol az iskolás éveire, mindig volt a tanár, akit szerettél, volt az, akit kevésbé, viszont így meg az a személyes kapcsolat, főleg általános iskolában nagyon fontos, én azt gondolom alsó tagozatban, hogy a osztályfőnökkel, a nem tudom, nevelőkkel, nem tudom, ők velük egy olyan személyes kapcsolat alakuljon ki a gyermek és a tanár között, ami, hogyha folyamatosan áthelyeztetik, és mondjuk minden órára más tanár jön, akkor ez nem tud kialakulni, nem lesz meg az a bizalom a gyerekben. Egyébként itt, bocsánat, még annyit elmondanék, hogy itt a vidék helyzetére is gondolni kell, hogy vidéken meg ráadásul elég nagy távolságok is tudnak lenni ugye a státuszáthelyezés
kapcsán, tehát az, hogy akár 90 kilométerre is elvezényelhetik őt, és mondjuk adott esetben egy faluban él a tanár, ahol mondjuk ott van az egzisztenciája, családja, barátai, stb., és egy 90 kilométerre arrébb lévő kis településre kell mennie oktatni, ez teljesen szürreálissá teszi az egészet másfelől. Itt azért felmerül az a kérdés is, hogy egy relatív nívós iskolán, vidéki iskolának a tanárait, hogyha elvezényelik mondjuk egy kevésbé nívós iskolába, mennyire fogja tudni az ott helyzetet azonnal kezelni. Illetve azért sok esetben például a tanárok olyan helyre mennek tanítani, ahol ők maguk is tanultak, ahol ismerős a járás, tudják, hogy milyen helyzet van. És a státusztörvény egyébként pont ezt az egzisztenciális elkényelmesülést szüntetné meg a tanár részéről. Akinek egyébként itt még annyit hozzátennék, hogy az, hogy mondjuk 90 kilométert kell naponta utaznia, az ugye nem, a munkaóráin fölül még megint csak levonódik a napjából, tehát a magánéletére, a családjára nem lesz ideje. Tehát, hogy egy olyan életpálya modellt körvonalaz ez a státusztörvény, ahol a tanárnak olyan életpálya modellt kínál, ahol nem tud családot vállalni. Mert hogyha családot vállal, akkor nem tud vele időt tölteni. Nem lesz rá ideje. Mert ugye a 12 órás maximális munkavégzés, a 90 kilométeres elhelyezési lehetőség, tehát ezek mind összeadódnak, és azt fogjuk észrevenni, hogy egy tanárnak 12, 14, 16 órát kell mondjuk távol lenni az otthonától, mert ugye adott esetben, ha autóval közlekedik, akkor ugye az még drágább, amit ugye a jelenlegi fizetése nem engedhet, vagy fizetéséből nem engedhet meg magának. A vármegye bérlet, illetve az országos bérletet tekintve, az is ugye plusz kiadás, és akkor az meg még lassabban halad, mint hogyha saját autóval közlekedik. Tehát teljesen szétrobbantja a megteremtett közegét a tanárnak. Én meg bocsánat, meg annyit így hozzátennék, ha már így az oktatásra, meg a tanárokról beszélünk, hogy alapvetően az oktatást azt nem lehet úgy megoldani, hogy na akkor most akkor ez lesz, és akkor ilyen drákói szigor, és akkor megnézzük a telefonodat is, meg nem nyilatkozhatsz, meg stb. Alapvetően egy egész strukturális változás kellene, én azt gondolom, az oktatáson belül. Már rögtön a tanárképzést meg kéne változtatni, mert az, hogy ketten jelentkeznek fizikatanárnak, ugye halljuk ezeket a számokat, stb. Stb. Ez botrányos. Tehát, hogy így nem lehet normális oktatást csinálni az országon belül. Mondtátok a bizalmat, hogy a diák és a tanár közti bizalom mennyire fontos. Azon gondolkodtam, hogy nyilván a pedagógus és a minisztérium közti bizalom is fontos lenne. Ez persze nem fogja segíteni a telefonoknak a lecsekkolása. Mennyire segíti viszont a kordonbontás? Hát szerintem hasonlóképpen nem. Ugye beszéltem már arról, hogy baloldali pártoknak tulajdonképpen bűnnek is nevezhetjük, hogy rátelepedtek ezekre a tüntetésekre, és maga ez az eszköz egy gumicsont, és egy olyan eszköz a kormány részéről, amivel gyakorlatilag színpadot ácsolt a baloldalnak, hiszen azok a kordonok teljesen mindegy, hogy ott vannak-e vagy nincsenek, az oktatást nem ez fogja megváltoztatni, az oktatás helyzetét, a pedagógusok helyzetét nem ez fogja pozitív irányba elmozdítani. Úgyhogy amit a elmúlt hetek folyamán, főleg a Momentum vezetésével a Karmelita Kolostor mellett csináltak hát ellenzéki politikusok, teljesen lényegtelen, és az oktatás tekintetében egy teljesen elhanyagolható kérdés. A valódi politikai munka az nem a kordonok lebontásával megy végbe, úgyhogy szerintem egy gumicsont és egy olyan színpad, amit a kormány ácsolt a baloldalnak, ők ott el vannak, hetente lebontják a kordont, és egyébként ettől semmi nem változik. Akkor itt hozzáfűzhetjük, hogy cirkusz az egész magyar politika, és bohóc benne minden balos képviselő. Igen. Egy kis Shakespeare-i áthallással, viszont ugye én itt hozzátenném azt, hogy nagyon-nagyon hiteltelen az, amikor elmegy, ő a nagy utcai harcos, egy új 2006-ot kíván vízionálni, és utána elmegy kordont bontani, amit nem bír el, de most ettől vonatkoztassunk el, de utána meg hivatkozik arra, hogy engedj el, én egy parlamenti képviselő vagyok. Ja, persze, hát ez mennyire persze. Hiteltelen. Akkor vállald a következményeit. Ott, amikor a rendőr elő akar állítani, mondd azt, hogy oké, lemondok a mentelmi jogomról. Engem ugyanúgy állíts elő, mint azt a diákot, aki odajött, legázsprészték őt, és akkor utána ugye büntetést kapott. Akkor ott, tehát országgyűlési képviselőként is vállalja ugyanazt, amit a diákok vállalnak, ugyanazt a tortúrát, ugyanazt a procedúrát, és ugyanazt a büntetést, hiszen országgyűlési
országgyűlési képviselőként még jobban megengedheti magának, mint egy diák, vagy a diák szülei, akik adott esetben ki fogják ezt fizetni. Ez tényleg így van, és hát a Lőcsei Lajosnak volt az elhíresült ilyen kis videófelvétele, hogy ott ordítja fogva a kordont, hogy én országgyűlési képviselő vagyok, de ezt ugye nem mondhatja magáról egy olyan diák, aki egyébként jogosan a tanáraiért megy tüntetni. Az más kérdés, hogy szerintem rossz eszközt választ, de a cél az egyébként jó. Viszont hogyha őt ott mondjuk előállítják, vagy elviszik, vagy igazoltatják, vagy bármi, ő nem mondhatja ezt, ez egy nagyon gyáva lépés a momentumos képviselők részéről. Persze. Akkor ők is mondjanak le a mentelmiókról, mint ahogy egyébként a Mi Hazánkos képviselők mindig lemondanak, és akkor álljanak és vállalják a következményeket ugyanúgy, mint a diákok. De akkor csak annyit a kérdésként, hogy akkor hogyan ez össze a Karmelita kolostorra? Hát ugye ott van Orbán Viktornak a dolgozó szobája, de hát lehet, hogy ő a kordonbontások idején ott sincs, hanem fönt a videótompáhajban a Szotyizil, akkor miért pont a Karmelita kolostorát vannak ezek az akciók? Nekem nagyon sokszor egyébként ez a kérdéshez kapcsolódik, nekem az is a legnagyobb problémám, hogy ugye azt mondják, hogy itt most a pedagógusokért tüntetünk, és a pedagógusokért most lebontunk minden kordont is, és szétszedjük a Karmelitát, vagy nem tudom, hogy mi ezzel, viszont nagyon sokszor beleszedik, hogy jaj, nincsen, nem tudom, sajtószabadság, jaj, ez nincsen, meg az nincsen, és összemosnak egy egyébként nemes ügyet, magát az, hogy pedagógus béremelést szeretnénk, meg az oktatásban változásokat, összemossák azzal az általános ellenzéki hisztivel, amit minden nap hallhatunk, hogyha olvasgatunk ilyen telexet, vagy akármit, nem szeretnék reklámozni semmilyen balos hírportált. Nekem főleg ez a legnagyobb problémám, és én ezt látom a Karmelitánál is, hogy na ott lehet nagyot balhéz, na ennek hírértéke lesz, na akkor ez a politikus benne lesz a hírekben, mert hogy ő mekkora bátor, és ez 2006-os hasonlít. Tehát, hogy nekem ez szúrt szemet, és nekem ez fáj. De amúgy mi lesz a következő? A parlament külső védelmi zónáját, azokat a láncokat fogják leszedni? Mert amúgy akkor elég gyorsan el fogják őket rakni a kormányőrök, vagy a parlamenti őrség. Hát, amikor 2006-ban volt a tévéostrom, akkor azon látszódott hetek óta, hogy hát az meg van ostromolva. Tehát ott nem nagyon volt szükség pótvizsgára. Most a kordon pedig már az x-edik, hanyadik alkalommal elviszik, visszaállítják, akkor hol lehet ennek a vége, vagy mit javaslod? Még két dolgot olvastam ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy látványosan, nem tudom, hogy nektek föltűnte, hogy ezeknél a kordonbontásoknál nem nagyon volt ott Donát Anna, mint hogyha kicsi verseny lenne Gelencsér Ferencem. Az embernek kezd az érzése lenni, hogy Donát Anna ott fönn van valahol a Karmelitában, és akkor elrabolta a sárkány, és próbálják kimenteni a... Mário. Momentumos Luigi-k próbálják kimenteni a Karmelita kolostorba raboskodó szegény Donát Annát. Momentum föl fog tudni jönni ezzel? Nem gondolom. Tehát, hogy most volt ugye egy plakátkampányok is, Donát Anna az új arc, stb. Szerintem, és legalábbis remélem, hogy ezt azért ők is érzik, hogy ez kicsit gáz, és szerintem Donát Anna is érzi, hogy hát nem ezzel lesznek ők a vezetők az ellenzéki oldalon. Szerintem azért nincs ott. Nem. Tehát, hogy viszont Gelencsér Ferenc meg annyira egy, hogy is mondjam, nem is tudom megfogalmazni, annyira egy gyámoltalan ember, hogy ő most akkor ezzel azt hiszi, hogy ki akar tűnni, vagy ki lett adva neki, tehát ez is elképzelhető, hogy ki lett adva, hogy akkor neked is neked kell ezt csinálni. Érdekes kérdés. 10-ből 9 ember, azt se tudja, ki ez a Gelencsér Ferenc szerintem. Donát Annáról is szerintem sokkal többen, de minden esetre egyébként igen, az, hogy ők számukra az ilyen akciók, az úgymond elsődleges akciók, ez is sok mindent elárul. És hát, hogy mondjam, nem ettől lesz ismert se Gerencsér Ferenc, se a Momentum. A Momentum egyébként, hogyha már ezt a kordonbontást így kiveséztük, a Momentumnak ugye volt egy nagy lehetősége, hiszen a fiatalok körében egy népszerű párt volt. Ezt az elmúlt évek alatt nagyon ügyesen sikerült nekik leépíteniük, egyébként innen gratulálnánk ehhez. És ugye a fiatalok hát nagy rész jöttek át hozzánk, a Mi Hazánkhoz, mert most már a legújabb közbeménykutatások azt mutatják, hogy mi vagyunk a legnépszerűbbek. Hát nem lehet tudni, hogy mitől lesz népszerű a Momentum. Ugye azért túlságosan ennek nem szurkolunk, kérdés, hogy az ő poharuk most félig teli, vagy félig üres ezzel a kordonbontással. Nyilvánosága szórakozó helyen lévő poharakkal, láttam egy sajtótájékoztatót a héten ezzel kapcsolatban. Így van, ez egy olyan kérdés, ami ismét azt bizonyítja, hogy egyébként a fiatalok hétköznapi problémáival nem Gerencsér Ferenc vagy a Momentum foglalkozik, hanem egyébként a Mi Hazánk, és ebből tartottam sajtótájékoztatót a héten. Ugye itt egy olyan bizniszről beszélünk, ami a környezetvédelemnek az álcája mögött történik. Hoztam is egyébként ezzel kapcsolatban
szemléltető eszközt, hogy egyáltalán lássák a kedves nézők, hogy itt miről van szó. Ugye ők az úgynevezett repoharak, bemutatnám nektek, és ezek a repoharak az elmúlt időszakban átvették a szórakozóhelyeken, koncerteken, fesztiválokon úgymond a korábban használt, egyszer használatos műanyag pohárnak a szerepét, ami egyébként tök jó. Szóval tök jó, hogyha elmegy valaki bulizni, akkor elég egyszer egy ilyen poharat kiváltani, és talán egész este azt tudja használni. Viszont ami ezt az egész rendszert gyakorlatilag egy ilyen bizniszé alacsonyítja, az, hogy készpénzre ezeket a poharakat gyakorlatilag sehol nem lehet visszaváltani. Ilyen kis bilétákra lehet kicserélni őket, hogyha valaki hazamegy, és ezeket a bilétákat viszont ugye ezt itt is látszik, hogy különböző biléták nem lehet akár utána visszaváltani, mert ugye minden hely más és más bilétát használ, és ezzel kapcsolatban javasoltuk azt, hogy vagy, pontosabban igazából ezt észre kellene mondanom, készpénzre lehessen mindenhol visszaváltani ezeket a poharakat, és egységesítsék ezeket a bilétákat. Úgyhogy nyilvánvalóan, hogyha az ember utána néz ennek a történetnek, akkor azért választ kaphat, hogy miért nincs így, ez egyébként logikusan így működendő rendszer. Azért, mert a Cup Revolution nevű cég, aki ezeket a poharakat, meg ezeket a bilétákat gyártja, az egy Tiborcz István ismeretségi köréhez tartozó vállalkozó kezébe van. Úgyhogy mi most ezt kezdeményeztük sajtótájékoztatón, és a fiatalokért felelős helyettes államtitkárnak is eljuttatjuk ezeket a javaslatainkat, de hát azért csodára megint csak nem várunk, de a fiataloknak mindenképpen szeretnénk a hangja lenni a parlamentben, és szeretnénk, hogyha ezeket az ügyeket valaki képviselni. De egyébként ez tök remek dolog, hogy ennyiféle biléta van, mert gondolj bele, hogy este elmész egy ilyen szórakozó helytúrára, és akkor mész egy ilyen zseb telepakolt, ilyen kis, nem tudom... És látod, hogy hol voltál másnap. Igen, ja. És tudod, hogy hol költötted el a pénzedet. Másfelől pedig gondolj bele, csak ott kiöntöd, és akkor te is megszivatod a italt, vagy a poharat kiadót, hogy te csak akkor válogass te is. Igen. Valószínűleg egyébként a Tiborcz nem akarja ezeket visszaváltani készpénzre, nem biztos, hogy rászorul, de bulizás közben nem kényelmetlen maga az egész nektek, hogy vettem egy ilyen repoharat, utána elmegyek a mosdóba, és akkor közben tart, tehát hogy jön össze? Egyébként én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen műanyag poharakat használunk, szerintem az nem feltétlenül egy rossz dolog, hiszen az üvegpoharak, azok balesetveszélyesek, stb. Viszont régebben, egyébként amikor elkezdődtek ezek a repoharak, egyébként egész régen, akkor még vissza lehetett váltani. És szerintem az egy tök jó volt. Elmentem, visszaváltottam, hogyha nem kell, stb. Viszont tényleg az, hogy elmegyek egy szórakozó helyre, stb. Főleg én egyébként nőként, lányként azért veszélyes az, hogyha nem akarom tartani, mert kimegyek mondjuk mosdóba, stb. Bármit beleraknak a poharamba, mert nem tudom visszaváltani. Tehát én azt gondolom, hogy ez így nem feltétlenül a legjobb megoldás. Plusz megint ugye a környezetvédelemre hivatkoznak, mint például a műanyag szívószálak betiltásánál, most pedig nem tudom, ihatom a papírt, miután elolvadt az italomban. Ez megint egy olyan dolog, hogy nem ez a megoldás szerintem a úgymond biztonságos vagy környezetbarát szórakozásnak. Főleg, hogy egyébként szerintem az ital árához képest elég nagy összegbe kerülnek ezek a poharak. 400-500 forintba kerülnek. Sőt, 600-700. És ezt most megint nem csak ez a 400-500 forint, de hogy ennek ugye az lenne az értelme, hogyha veszel egy poharat, akkor azt úgymond legyártották, szennyezték a környezetet, most ezt így azért kihangsúlyozhatjuk, de ugyanakkor a következőnek is használhatnád ezt a poharat, hiszen akkor gyakorlatilag teljesítenénk azt, amiért bevezették ezt a repoárrendszert. Úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás erre az lenne, hogyha készpénzre vissza tudnám váltani, akkor nyilván vissza is váltanám, mert hogyha kapok egy ilyen bilétát, akkor biztos, hogy nem fogom visszaváltani, hazaviszem, otthon is jó, nem fogok ezzel most fáradni, mert ezzel a bilétával utána úgy sem tudok mit kezdeni, hát nekem is otthon, nem tudom, több tucat nyilván belőle. Úgyhogy ebben a rendszerben mindenképpen kell egy változást elérni, aztán, hogy ez sikerül, ez meg rajtunk is múlik, de hát nyilván a kormányon is. Mi lesz a javaslat sorsa akkor, vagy milyen fogadókészség volt erre? Egyelőre még fogadókészség nem volt, ugye most a fiatalokért felelős helyettes államtitkárnak fogjuk eljuttatni. Nyilván, hogyha ez üzleti érdekeket sért, akkor a kormány elolvas esten kukába dobja ezt az ötletet.
mi megyünk utána tovább, akár törvénymódosító javaslat, stb. Szóval mi ezt mindenképpen fogjuk tovább nyomni, meg fogjuk tovább hangoztatni. Aztán meglátjuk, hogy reméljük, hogy nyitott kapunkat fogunk döngetni. Nyilván azért a kormánynál ez nem gyakori. Főleg az ellenzékből. Ja, hát igen. Mert az is fontos, hogy tényleg, hogyha ifjúsági szervezeteket nézünk, nekünk ilyen javaslataink vannak, hogy a fiataloknak ne jelentsen az terhet, hogy ilyen bilétákat kapnak, és gyakorlatilag, hogy mondjam, minden szórakozó, minden estét úgy kell kezdeni, hogy veszel egy újabb poharat, nem tudsz korábbit hozni, és mondjuk a demokratikus koalíció ifjúsági szervezete meg azzal van elfoglalva közben, hogy minél több sírt rongáljon, meg minél több szobrot öntsön le festékkel, úgyhogy számukra ez ifjúság politika, számunkra meg egészen más, úgyhogy ez is egy ilyen tök jó mérlegre rakható dolog. De egyébként itt az a baj, hogy a fiatalokra egy egész lehúzó rendszer épült. Tehát az, hogy te fiatal vagy, az kódolva van benned, hogy le leszel húzva úton útfélen. Mert naív vagy, mert bármire hajlandó. Inkább csak annak hisznek. Kicsit, mert hogy igen, nyilván, bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát hogy itt inkább az van, hogy azért épül ki ez az egész lehúzó rendszer, mert feltételezik rólad, hogy naív vagy, hogy bármire adsz ki pénzt, és nézzük meg, tehát elmész szórakozni, nyilván inni szeretnél, akkor fogják és lehúznak téged 4-500, de akár 6-700 forintos. Nem tudsz mit csinálni, nem tudsz úgy inni egy italt. Amíg például egy 1000 forintos üvegpoharat egy kocsmában meg ingyen odaadnak neked egy körre. És szerintem sokkal jobban fertőtleníthető, mint egy műanyag pohár. Értem, hogy balesetveszélyes üvegpohár meg minden, de hogy nincs logika ezekben az egész rendszerekben. Egyetlen logika van, fiatalként fizess ki mindent, fizess ki az életedet, mert ki fogod fizetni, mert szórakozni szeretnél, mert tényleg meg szeretnéd élni a fiatalságodat. És ki kell, hogy fizess. Meg hát az a logika ebben, hogy a Cap Revolution nevű cég, akikről ugye korábban is beszéltem, őnekik a elmúlt 2 évben meg 6-szorozódott a bevételük, és több mint 340 millió forint bevételük lett, úgyhogy nyilván a kormány gazdasági háttér országának van ebben logika, csak nekünk fiataloknak, akik úgymond használói vagyunk ezeknek a termékeknek, nekünk ez egy lehúzás és egy olyan történet, ami csak egy nyűg, meg csak egy negatív történet. Meg főleg egyébként nagyon sok, tehát hogy egyszer használatos műanyag pohár is van, amit ingyen odaadnak, de viszont egy csomó szórakozó helyet, én nem gondolom, hogy a szórakozó helynek ez tehát, hogy annyira megérni, hogy ezeket el kell mosni, stb., mint hogyha egyszer használatos műanyag poharakban nyilván szemetet termel, de már annyi ilyen lebomló anyag van, amiből csinálják ezeket, hogyha már van papír szívószál, akkor miért ne lehetne, nem azt mondom, hogy papír pohár, mert akkor megőrülnék, de már tényleg nagyon-nagyon sok ilyen műanyagszerű anyagot elő tudnak állítani, ami természetes és lebomló, és azt ingyen tudnák odaadni, a helyet csinálnak. Egyébként olyan műanyag poharakat környezetvédelemre hivatkozva, aminek az előállítása már nagyon-nagyon környezetszennyező. Igen, csak hogyha ebből nem kéne újat gyártani, hanem ezt tudnák használni körforgásszerűen a szórakozásnál, akkor lenne értelme. Csak maga ez a szituáció, hogy gyártunk, mert nem egyszer használatos műanyag pohárból fogyasztunk, hanem ilyenből, de utána egyébként mindenki hazaviszi, mert nem akarja visszaváltani, és újra kell megint gyártani, és ez nem kerül vissza a rendszerbe. Teljesen logikátlan. Nézd a jó oldalát, háza nem lesz a fiatalnak, de tele lesz repoharakkal. Nagyon hasznos egyébként, szóval, hogy ettől függetlenül tök jó ezt otthon használni, meg főleg, hogyha valaki külön költözik a szüleitől, akkor gyakorlatilag félig megvan az étkészlete. De hogyha meg kicsit magasabbról nézem a történetet, akkor viszont teljesen logikátlan. Repohár visszaváltva, fiatalok visszanézve, megosztva, kommentelve a jó, 2 hét múlva újra találkozunk Binder Csabának, Pécsi Viktóriának és Cservenek Mihály Györgynek. Köszönöm szépen az értő gondolatokat, sziasztok! Köszönjük a lehetőséget! Köszönjük a lehetőséget! Jó, kivágjuk! 2 hetente fogunk jelentkezni, ami ezen kifejének a YouTube csatornáján és a Spotify-on. Jó, és akkor innen jön el. Ezt nem mondod el újra a kamerába? De.